fényképek és idézetek segítségével elevenítették fel minden idők legsikeresebb és legismertebb magyar labdarúgó válogatottját. 1997 óta minden május végén névadójára Bozsik Józsefre emlékezik az iskola, és tiszteleg az aranycsapat tagjai és teljesítmény előtt. A 25. Bozsik nap a hagyományokhoz híven koszorúzással vette kezdetét. Ezt követően az udvaron folytatódott a program, ahol felsorakoztak a csapatok. A Bozsik Kupa labdarúgó és kézilabda tornára Budapestről, Ácsról, Komáromból, Koppánymonostorról és Bernece barátiból érkeztek diákok. Felhúzták az olimpiai lobogót, majd az olimpiai láng is megérkezett az első és második osztályosok saját készítésű fáklyáinak felvezetésével. A 25. Bozsik napot ünnepeljük. 1997-ben vettük fel az olimpiai bajnok labdarúgónak, Bozsik Józsefnek a nevét, és azóta minden májusban megemlékezünk erről, és megtartjuk a Bozsik Kupa labdarúgó és kézilabda tornát. Az eseményen részt vett többek között Bozsik Péter labdarúgóedző, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya, a névadó fia, Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, Szíj Lilla, a Magyar Olimpiai Akadémia olimpiai oktatásért felelős csapatának tagja, dr. Kreft Horváth Lóránt városunk alpolgármestere, Balaton Géza és fia, Molnárné dr. Tár Izabella, a Komárom járási hivatal vezetője. A diákok nagy örömére a Bozsik napon Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ és kétszeres Európa bajnok úszó is részt vett. Az ünnepi megnyitón egy bejátszás is hallható volt a 2012-es londoni olimpiáról. Világcsúcs is lehet, és olimpiai arany is lehet. Gyurta Dániel a 200 méteres mellúszásban. Jamison nagyon jön, Danikám, 5 méter még, bár annyi sem. És most itt van világcsúcs, 2 perc, 7,28 másodperc. Gyurta Dániel olimpiai bajnok világcsúccsal. Az olimpikon külön is köszöntötte a fiatalokat. Tisztelettel szeretnék gratulálni mindenkinek, aki ehhez a mai naphoz hozzájárult. És természetesen köszönettel is tartozom a pedagógusoknak, a testnevelő tanároknak, az edzőknek, akik napi szinten kitartóan hozzájárulnak ahhoz, hogy nem csak mentálisan, hanem fizikálisan is fel legyetek készülve majd az életre. Az egész iskolában olimpiai hangulat uralkodott. Tom Ágnes igazgató elmondta, a mai nap több okból is ünnep az iskola életében. Idén két gondolat köré próbáltam összefűzni a megnyitó ünnepség szövegét, ez pedig az Európa bajnokság, hiszen a labdarúgáshoz nem csak itt ma fognak focizni a gyerekek, hanem nem sokára a nemzeti 11-ünk is, valamint a párizsi olimpia, amire most már nagyon izgatottan készül mindenki, és mi is idehoztuk az olimpiai formaságokat. Az olimpiai nevelés programjához kapcsolódóan itt voltak az első-második osztályosok, akik a saját készítésű lánggal érkeztek, illetve a gyermekeinknek a szurkoláson kívül lesznek játékos kreatív programok délelőtt, természetesen a párizsi olimpia jegyében. Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat a Magyar Olimpiai Akadémia közreműködésének köszönhetően Gyurta Dániel olimpiai bajnokunk, aminek nagyon-nagyon örülnek a gyerekek, és 10 órától élménybeszámolót tart nekik a Szőnyi Kultúrházba, mely rendezvényünk nyitott, tehát bárki látogathatja. A csapatok felálltak a pályára, és megkezdődött a küzdelem a Bozsik kupáért. A labdarúgás a helyi pályán, a kézilabda torna pedig a városi sportcsarnokban zajlott. Reggel kicsit módosítanunk kellett a programon, mert a rekordtámpályánk bár nagyon tökéletesen működik, de az eső miatt nem lehet biztonságosan játszani rajta, ezért nagy köszönettel tartozunk a Széchenyi iskolának, hogy átengedte a torna termet a városi sportcsarnokot tulajdonképpen, ahol ők a testnevelés óráikat tartják délelőtt. És így ott lesznek majd a mérkőzések 10 órától, és aztán utána várjuk ide vissza a gyerekeket 1 órára, megvendégeljük őket, eredményt hirdetünk, és bízunk a nap sikerében.